Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este az eredeti Fényzen templomban. A ma esti darma beszédünket kezdjük az Om Nam mantrával. Hétszer. Köszönöm szépen. Láttál-e hatástanulmányt az életedről? Láttunk-e ezen a Földön bármiféle megvalósíthatósági tanulmányt az emberi projektről, hogy mire visszük itt ezen a bolygón? Túl vagyunk egy eléggé kemény időszakon, amely jobbról-balról megpofozott nagyon sok embert. Mennyit tanultunk -e egy helyzetbe? nagyon sok mintázatot lebontott az elmúlt három-négy hónap. Milyen mintázatokat építünk ezekbe? Egyáltalán tanultunk-e valamit abból, hogy ezt hogy kéne csinálni, és hogy kéne viszonyulni egymáshoz válsághelyzetben? Egy időszak legyen az öregség, betegség vagy halál, megmutatja, hogy valójában a hitrendszered hogyan működik. Lehet egy gyönyörűséges gyakorló békeidőben, hogyha válsághelyzetben mindaz a feldolgozatlan karma kijön, amiről addig nem is tudtál, akkor valamilyen mélységet a gyakorlatod nem ért el. Mit tettünk egymással az elmúlt negyed évben? Mi jött föl belül magadban az elmúlt negyed évben? Ha másra nem, jó volt ez az időszak arra, hogy kiess a szerepedből. Kieső abból a szerepszemélyiségből, aminek addig hitted magad. Hogy mennyire kellett ezt megtenned, te tudod. El kell érkeznünk egyszer egy olyan fázisba, amikor a színész és a rendező szétválik. Jól hallottad, szétválik. Az ember mindig az egyévvállásról beszélünk. És ez az egyévállás azért fontos, hogy a tiszta, tükörszerű tudatod végre elkezdje működni. Utána hosszú az út és nagy a munka, hogy erről a tükörről minden olyan foltot szedjünk le, minden olyan hamis azonosulást számoljunk fel, amely ennek a tükörnek a működését gátolja. Képzeld el, hogy egy olyan színházban vagy, ahol csak színpad van. Nincs közönség. Nincs egyéb tér. Így a színészek nem tudják, hogy ők színészek. Azt hiszik, hogy ami a színpadon történik, az valóságos. Az egyetlen realitás, ami lehetséges. A színpadi halál valós halál, a színpadi házasság valós házasság, és nem tudjuk, hogy ki jelzi a felvonások kezdetét és végét. Csak azt látjuk, hogy jelenetek pörögnek egymás után, emberek jelennek meg és tűnnek el. Cselekszenek, beszélnek gondolkodnak, éreznek, kölcsönhatnak, és utána eltűnnek. Az első mozdulat, amikor tényleg a tudatodnak tere nyílik, az a színházteremben olyan, amikor végre megjelenik a közönség rész. Legalább egy talpalatnyi föld, ahonnan nézheted az egész játékot, de nem vagy szükségszerűen része ennek. Ahogy a praxisod halad, ez a nézőtér, a tudattere egyre nő. A színpadon még zajlanak az események. Ha elég nagy ez a nézőtér, és itt elég a teszékedet észrevenni, akkor esélyt kapsz arra, hogy kilépj a színpadról, és az avatárodat kívülről szemléld. Azt a személyiséget, amely minden nap föl kell, megreggelizik, munkába megy, megebédel, hazamegy, és összeül a családjával vacsorázni. Ennek a nézőtérnek óriási szerepe van. Ha ez nincs, nem tudunk reflektálni, és a tükör azonos lesz a tárgyával. A karmával való kényszerű azonosulás a vakság oka, az avidjá oka, a nem látás oka. A praxis lehetőséget ad arra, hogy lelépj a színpadról. Ez az egész templom itt egy hatalmas nézőtér, és aki azt hiszi, hogy színpad, annak gyöngéden szólunk, hogy nyugi lépjék ki a szerepedből. Kicsit néz rá magadra. És a nézőtéren egyetlen egy szék van, felirat nélkül. Foglald el azt a széket, és nézd, hogy valójában te mit csinálsz az élet színpadán. Milyen szerepet játszol? Meg tudod -e esetleg változtatni a szerepedet? Vagy legalább tudod-e másképp játszani egy kicsit? És hogyha az azonosulás megszűnik, akkor végre megtapasztalod a rendezőt, azt a belső rendezőt, amely bennünk, emberekben ezt az egész előadást rendezi. Ez korán sem divina komédia. Semmi szentséges nincs benne. De színjáték az van. Rengeteg. Ahhoz, hogy az avatárok a szerepek változását irányítani tud, el kell foglalnod a rendezői széket. Ha a buddha természetről szóló tanítást te szépnek és jónak találod, annak örülök. De ha csak szépnek és jónak találod, akkor valamit nem vettél észre. Azt az elképesztő felelősséget, ami a szabadsággal együtt jár. Keleten minél magasabbra emelt téged a társadalom, neked annál mélyebben kell meghajolni. Minél nagyobb szabadságot érsz el szellemileg, annál nagyobb felelősséget kell vállalni. Belül is, és ha a karmád olyan, kívül is. Ha elfoglalod a rendező székét, akkor már nem panaszkodhatsz az avatárra a színpadon. Se a sajátodra, se a másikéra. Te rendezed. Mi rendezzük. Mennyiben vagyunk hajlandók magunkat teremtőként látni és elfogadni, ennyiben foglaltuk el a rendezői széket. Mennyiben látjuk magunkat végzetesen egy szerepbe bezártnak, ennyiben vagyunk teremtettek. És ezt a teremtettséget pusztán nem lehet elfogadni. Mert ekkor elengeded el a kormányt, ekkor a járműved arra megy, amerre a karmád éppen diktálja. Vannak a felvonások között szünetek. Ebben a szünetben senki nincs a színpadon. Esetleg egy kis munkafény tapasztald meg azt, hogy a saját belső színpadodon eredetileg nincs senki. Mert a rendező soha nem lép színpadra. Tapasztald meg a saját szerepmentes önmagadat. Azt a valóságot, amikor még nem vagy valaki, vagy valami. És ez amilyen félelmetesnek hangzik néha, pontosan annyira üdítő és szabadító, mert rájössz, hogy azt a személyt, aki te a világban vagy, az utolsó sejtjéig, az utolsó gondolatáig, az utolsó érzelem morzsájáig te teremted. Teljes szabadsággal és felelősséggel. Én remélem, hogy a mostani állapot az egy rendezői állapot mindenkinek, mert a meditáció pontosan ezt teszi lehetővé, hogy a tudat terét, ezt a nézőteret megnyitja, ráláttat az avatárokra, tudsz választani, tudsz teremteni, tudsz lebontani. Mikor olvasol egy drámát, egy-egy jelenet végén van egy ilyen, hogy mind el, és akkor senki nincs a színpadon. A zenben hogyan csinálod ezt? Ebben a pillanatban mind el. A hatodik pátriák a tanítása nem a semmiről szól. Arról az üres térről, arról a benépesítetlen színpadról szól, amely a bensőnk és a külvilág egyszerre. Itt egy óriási paradoxon, hogy tudod, hogy eredetileg nem vagy azonos azzal az avatárral, szereppel, amit játszol. Ebben a pillanatban a százszázalékos hittel kell csinálni, anélkül, hogy azonosulnál vele, mert a következő pillanatban ki kell lépned belőle. Belülsz az autódba, Százszerzalékosan sofőr vagy. Odahaza főzöl a családdal, százszerzalékosan szakács vagy, utána férj, feleség, anyuka, apuka, és ezek a szerepek, ezek néha 5-10 másodpercenként változnak. Néha megmaradsz bennük évekig vagy évtizedekig. Akármennyi ideig légy benne, akár szereted vagy nem szereted ezeket a szerepeket, ezek mulandóak. Ezek feltételhez kötöttek, és ezek tökéletlenek. De van bennünk valami, ami ezeket látja, ezektől mentes, ezeket teremti, és ezeket le is bontja. Ez az a tiszta tükör, amelynek eredetileg nincs tárgya. Ez az a színpad, ahol eredetileg még senki nincs. A rendező széke üres. A rendező soha nem lép színpadra. A nem név és nem forma nem tudható, de tapasztalható valóságát kevesen érik el, de mindenki elérheti. Mindenkiben benne van ez a lehetőség, hogy megszabaduljon azoktól a téves nézetektől, hamis szerepektől, téves azonosulásoktól, amelyek a szenvedésünket okozzák. Kívül és belül, egyénileg, párban, családban és társadalomban egyaránt. Minél nagyobb a távolság, az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés. Fordítsd vissza, minél nagyobb szenvedést tapasztalsz, annál nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között. Ez az a fajta vakság, tévedés, téves nézetek összessége, amely a szenvedést teremti alapvetően kétféle dualisztikus úton. Az egyik a kapzsiság alapú, a másik a dű alapú. Az egyik a kényszeresen teremtő, birtokló, elsajátító és úgy önző, a másik a kényszeresen romboló, felszámoló, elkülönítő, elidegenítő és így romboló, tehát így önző. Egyikre sincs szükség, egyik sem önmagától létezik. Mind a két folyamat egy rendezői művelet, egy teremtett folyamat. Tedd fel a kérdést, hogy te mit szeretnél rendezni? Pontosan milyen játékot szeretnél azon a színpadon? Milyen szerepet foglalnál el? Mivé alakítod magad? Van egy olyan operatív személyiségünk, amelyik mondjuk hallgat arra a névre, ami a személyigazolványodban van. Ez milyen? Ebben a személyiségben mi van? Mi van a tárházában? Hogyan dönt? Hogyan gondolkodik? Hogyan érez? Hogyan cselekszik? Ez az az alap, amire azt mondod, hogy én vagyok. Ha azt mondod, hogy ez az én létezik, hiba. Ha azt mondod, hogy ez az én nem létezik, az is hiba. Nézzünk szembe azzal a realitással, amit egymásnak teremtünk, és rögtön nagyobb felelősséggel fogunk eljárni, és ez a szellemi felnőtté válásnak a folyamata. Az egy tudat, az üres színpad, a tárgyatlan tiszta tükör mind ugyanazt jelöli. Ugyanazt a megnevezhetetlent, amely bennünk ott pislákol szikraként, de lehet egy teljesen megélt realitás is. Ez a forrása annak az együttérzésnek, bölcsességnek és odaforduló segítségnek, amelyet állandóan egymáson kérünk számon. Te milyen bölcs vagy? Te milyen együttérző vagy? Te miért nem segítettél? Ezeket szoktuk, ugye? De mihelyt megfordul a kocka, Látod a saját rendezői székedet, beleülsz, és egy más előadást rendezel, azonnyomban látod, hogy ez a saját személyes felelősségünk. Nem várhatjuk el mástól, de adhatjuk ezt másnak. A szellemi autonómia így tehát erre felé vezet. A bevezető lezárásaként csak annyit szeretnék elmondani, hogy a zen, és így a mahaján egyik legnagyobb kreatív paradoxona az, hogy a személyes megszabadulás nem képzelhető el mások segítsége nélkül hallhatsz, olvashatsz olyanról, hogy a tökéletes egyéni praxis, akár remetességben, akár máshol. Ez így van, lehetséges ilyen. De ezek után, hogyha a remete nem lép ki, és nem próbál meg a saját minőségeivel segíteni másokon, akkor az egyéni karmája rajta marad. Még ha csak annyi is az egyéni karmája, hogy semmi más nincs az életében, csak egy boróka. A verem mélyén. Jeruzsálem kapuinál. És egyébként semmilyen nincs, és ledobott hulladékokból él. De azért a borókáért azért ölni tudna. Nézd meg azt, hogy a saját személyes karmádat hol nem tudtad kitisztítani, pusztán az egyéni gyakorlatoddal. És itt van óriási szerepe a színpadnak, amikor egy egész csoport játszik rajta. Itt kezdődik a tánc. Itt kezdődik az, amikor az európai középkor évszázadaiban a művészet nem szórakoztató, hanem szórakoztató és igazsághordozó szerepet is játszott. A Commedia de nem pusztán szórakoztatás volt, hanem azokat a fix típusokat, fix szerepeket játszotta el újra, és mutatta be, ami az emberekben ott volt, amelyektől nem tudtunk megszabadulni a mai napig. Mi az a fix típus, ami benned állandónak tűnik? a típi fisszi, ami megjelenik a színpadon, ha akarod, ha nem. És ezek a típusok nem fixek. Ezek a típusok múlandóak Ezek a típusok önmagukban nem léteznek. Mert kiüríteni a színpadot, mert lelépni a színpadról, mert az avatár nélküli önvalótban létezni, és amikor eljön az ideje, akkor manifestál azt, amire minden lénynek szüksége van, beleértve téged is. Kinek van kérdése? A szerepekről beszéltél, és hát azért néha muszáj megjelenni a színpadon. Hogyha az ember mégis arra törekszik, hogy tökéletes szerepet szeretne játszani, vagy azt eljátszani, akkor mik azok a rendezői instrukciók, amik ebben segíthetik? Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Tehát azzal, hogy megszülettünk, elkezdődött az első szerepünk, az újszülött. Egy hatalmas nagy sírással indul, nagyon erős vágás, ugye? Csapó. Azt a szerepet azt egész addig játsszuk, amíg kisded nem lesz, és utána pedig totyogó, és utána kisgyerek, stb. Az instrukció az, a nulladik, hogy légy tudatos abban a szerepben, amit játszol. Ébredj fel a szerepedben a saját rendezői mi voltodra, és akkor le tudsz lépni a színpadról, akkor, amikor ezt lehetővé teszed a magad számára. Második instrukció a helyzetfelismerés, kapcsolat, teremtés és cselekvés után, hogy ne magadért járzd a szerepet. Ezt nem kell mondani sokszor, mert az ember előbb-utóbb belátja, hogy elképesztően egymásra utaltak vagyunk, és hogyha egymásnak nem segítünk, akkor úgy járunk, mint az egyszeri asztaltársaság, ahol meg volt terítve a terüli de mindenkinek a karjára ilyen hosszú rudak voltak kötözve, és nem tudták ugye a saját kis szájukba beletolni az ételt, és így kardoztak, harcoltak, és éhezés volt, mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy ugye egymást ugyan lehet etetni, és akkor el is várhatom, hogy a másik is segít nekem, és akkor így egy kicsikét megváltozott az életminőség, amelyről, hogy nem magamért teszem mindezt. A tökéletességtől is meg tudok szabadulni. Kétféle hiba van, amikor a másiknak akarsz feltétel nélkül megfelelni, vagy amikor magadnak akarsz feltétel nélkül megfelelni, ez a maximalizmus. Tehát olyasféle maximalizmus, hogy soha, de soha nem fogod azt a szintet elérni, amikor azt hogy na, ez tökéletes, ez így jó lesz. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Kisgyermekkoromban anyukám tett valamit, amit a mai napig nem tudok megbocsátani neki. Most mondtok már mindent, meg olvastam is mindent, meg úgy minden, tehát szerintem gondolatilag már minden el van követve, hogy ez megtörténjen, de valahogy nem jutottam el még a megbúcsájtásig, és ezt hogyan lehetne elérni? Miért születtél abba a családba, ahova születtél? Elengedni azokat a karmákat, amik odahoztak, amiket közösen termelünk, és egymás szemetetjük általa. Ez már az a szándék, ami azon a karmán alapszik, amit most nem mondták ki. Ez a tudatos belátása a tendőnek. De nem ez vonzott oda. Nem ezért születtél a szüleidhez. Tehát ami csak történt a gyerekkorodban, az a közös karma a szülőkkel, nem egyéni karma jó anyád részéről, te részedről, apád részéről, ez közös karma. Neked mi a részed benne? Legalább annyi volt, hogy jelen voltál. Sokszor hallhattad, nem a szomszédba születünk, pontosan oda, ahol a mi szüleink vannak, ahol a mi családunk van, a mi társadalmunk, a mi országunk, mert a közös karmánk ezt így diktálja. Nem születhetsz máshova. Itt a születés előtti olvasópróbán ki vannak osztva a szerepek nagyon komolyan. Te ide, te oda, te amoda, díszlet, háttér, fény, és akkor indul. Ez a nulladik lépés. Ha nem tisztázod le magadban, hogy te miért kerültél oda, akkor egy virtuális idegenség áll be, és azért virtuális, mert te ténylegesen oda születtél, te nem fedezted fel, hogy miért. És ha ez megvan, akkor az átalakítja a nézetet. Hogyha nem alakítja át a nézetedet a belátás, akkor még mélyebbre kell menni, és nem gondolatilag, nem regresszíve, hanem egyetlen egy kérdéssel. Mi a kapcsolatom? És a végén ott van az, hogy a család, a családtag, az esemény. Mi a kapcsolatom ezzel? A kérdés olyan, mint egy fúró fej. Átfúrja a karmának a meddőjét, és egyszer csak elér az élő vízhez, ami az igazság, ami a helyes tapasztalás. Ezért a zen kérdéssel dolgozik, kérdésekkel dolgozik. Az alapkérdés az, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel? Mi ez, ami bennem azt mondja, hogy én? És hogyha ez megvan, akkor pontosan meglátod, hogy az miért és hogyan történt. A zen tehát nem valamilyen abszolútot állít, hanem a karmának a relativitását tanítja. És ezt a fajta relativitást úgy tudod felhasználni, hogy egy újabb nézőpontot veszel föl. Ez nem pusztán sokoldalúság. Ha van egy tárgyad, és csak egy oldalúan látod, akkor annak a fonákját sosem látod akkor ott az árnyék. Ha már két fénysugár van, akkor már csak egy pici háromszög az árnyék. Ha már három vagy több van, akkor szinte nincs árnyék. És ezért kell ezt a helyes nézet alapján megnézni, mert jelenleg egy árnyék van, hogy nem tudsz megbocsátani. Mert pontosan abból a szögből nézed, ahonnan ez lehetetlen. Nézd meg egy más irányból ahhoz neked belül is változni kell, ez a karmád meglátásának is változnia kell. Ez a praxis, és előtte a tudatot stabilizálni kell. Tehát az elmének ezeket a hullámait, azokat stabilizálni kell, mert ha nem, akkor a tükör nem tiszta. Olyan, mint a tó tükr, amelyet állandóan fúj a szél. És a hullámokban nem látszik tisztán a fűszfa, az ég, vagy az elrepülő madár. A tiszta tudatban a kérdés helyes választ talál. Így tudod megtalálni az egészet és megoldani a problémát. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én erre a maximalizmus hullámra szeretnék felülni, és ugye, hogy segítünk egymásnak. Amikor elindul ez a folyamat, és a saját tapasztalatainkat mint egy útmutatót igyekszünk az embertársainknak továbbadni, a hozzánk forduló és kérést felénk irányító embertársaink felé saját tapasztalatból adjuk át. A száz elér egy olyan magasságot, ami már a mindennapi életünket befolyásolja. Tehát, hogy olyan mennyiség és annyi idő és annyi energia, hogy a végére estére haza a családhoz, már zombiként érsz haza. Hol van az a határ ebben a segítségben? Soma. Észrevetted azt, amikor ember somából zombi soma lesz? Hun van a határ? Hogy történt az, hogy emberként indult el reggel, és zombiként ért haza? Hol volt az átmenet? Menet közben. Menet közben hol? Csak ugye a táti úton? Hol volt az átmenet? Minőségben van az átmenet. Tehát amikor a mennyiség elkezd a minőség rovására menni, akkor az emberi totálisan ki tud merülni, néha ki kell, tapasztalja a határait. De ha mindenkinek csak te akarsz segíteni, akkor előbb-utóbb zombiként végzed. Ha mindenkinek a feladatát te akarod megoldani magad körül, akkor meg is tudsz belehalni, ki is tudsz beleégni, és ez a fajta belső pusztulás, ez nem cél. A legnagyobb segítség az, amikor amellett, hogy tüneti kezelést kap az illető, megtanítod neki azt az autonómiát, hogy hogyan ne kelljen többet segítséget kérnie. Egy szomjúhozónak nem fogod azt mondani, hogy figyelj, te a szomhalás szélén állsz, én most megtanítalak téged kutat fúrni. Ez nem megy, mert közben szomja hal. Azt tudod csinálni, hogy adsz neki vizet, és elküldöd egy kútfúró tanfolyamra. És utána pedig, ahogy fölhozta az élet vizét, visszaadja neked kamatostól azt az egy pohár vizet, amit kapott tőled, magyarul megköszönés, és hálás. Onnan tudod, hogy ezt az autonómiát visszakapta, hogy visszajön és hálás lesz. Ha nem, akkor valami még hiányzik. Még nem ébredt rá a saját lehetőségére, felelősségére, és így nem használta fel a szabadságát helyesen. Amikor te akarod megoldani a problémát, akkor nagyon hamar kimerülsz. Az, hogy milyen szemlélettel dolgozunk, azt a társadalom meghatározza a neveltetés, tanítás és egyebek által. Európában fölülről szeretnék megoldani a dolgokat, egy személyben szeretnék megoldani a dolgokat, még akkor is, hogyha látszólag demokratikus társadalomban élünk. Hogy konszenzusos a hierarchia kialakítása. De mégis a tudatforma olyan, hogy egy személyben veszed magadra az egészet, mert egy egyéni, individuális társadalomban élünk. Egyéni alapú társadalomban élünk, versus a keleti, ahol csoport alapú van, és azon nyomban megnézik, hogy akkor hogyan tudjuk ezt közösen megcsinálni. Nyugaton az egyén felelőssége óriási, ezzel a kreativitása, a potenciája, mindene eléggé nagy. Keleten ugyanez a csoport. Keleten az a probléma, hogy az egyén felelőssége és szabadsága tűnik el. Nyugaton az, hogy a csoportban nem tud összeállni ez a sok-sok kreatív egyén. Középúta jó, ahol szabad döntés által autonóm személyek egy nagyon-nagyon jó működő hierarchikus csoportot tudnak létrehozni, ahol a kompromisszumok megfelelő irányba vezetnek. Ezt fordítsd le arra a helyzetre, ahol te segíteni óhajtottál, és elfogadták, és megköszönték, de állandóan elnyelik az energiádat állandó jelleggel. És te próbálod belül újra termelni azt a tüzet, amiből újra segíthetsz, csak az már a saját elégetéseddel jár együtt. Na ezt nem. Gyújtsd meg a tüzet a másikban. Lelkes egyen ő is, ne csak te. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Szunyom, az elején azt mondtad, hogy ha kicsit eltávolítjuk a szerepet a közönségtől, akkor meg tud jelenni a rendező, hogyha jól értelmeztem. Az volna a kérdésem, hogy a pusztán azáltal jelenik meg megerendező... a Nem, nem így volt. Valami, valami kognitíve félre csúszott a kórrendszerbe. Akkor köszönöm, ezt megvilágosítanád egy kicsit? Igyekszem. Tehát amikor le tudsz lépni a színpadról, tehát amikor a nézőtérre, ott még nincs közönség, azt mondtam nézőtér. Maradjunk az egyszerűbb változatnál, hogy te nézed az előadást. Egy szék van, az a tied. Tehát lép le a színpadról. És nézd az előadást, azt, amit csinálsz az életben. Most tedd fel a kérdést, ez alapján. Azáltal jelint meg a rendező, hogy nézem az előadást? Igen. Köszönöm. Ez szükséges, de nem elégséges. Tehát nézed az előadást, de rájössz közben, hogy te rendezed. Tehát a passzív nézés az egy dolog. Az, hogy te milyen módon teremted meg azt az előadást, az egy következő dolog, és ez a mentális művészetben nem választható szét, mert a rálátás az már egy újrateremtés. A színházművészetben művészetben ez szétválasztható, mert a rendező azt mondja, hogy Józsikám, akkor még egyszer légy a színpad jobb oldaláról, negyedik bekezdés, újra. De belül ez a rálátás és újrateremtés ez egy pillanatban van. Interjúszobában szobában hangzott el ez a kérdés, amit feltettem neked, és akkor mondtad, hogy majd tegyem fel egy darma Az volt a kérdésem, hogyha feltételezhetően elérjük a tiszta tudat állapotát, tegyük fel, hogy elérjük, hogy akkor ez hogyan jelentkezik az emberi kapcsolatokban, társ kapcsolatokban sokkal szilárdabb alapokon fog nyugodni az a társkapcsolat. Mert kezded úgy látni a másikat, ahogy ő ténylegesen van, ez pedig azon az alapon nyugszik, hogy te magadat úgy látod, ahogy te vagy. És ez a kettő, ez időben bármikor bekövetkezhet, lehet a másik helyes látása az első, a saját helyes látásod az első, teljesen mindegy, ez, jó esetben úgy működik, mint két tükör között a sugár, Így oda vissza. A késés az akarma. A bizonytalanság az akarma. A torzulat, amikor az egyik tükör egy kicsit begörbül, hogy valami jobb képet mutasson, az akarma. Távolabbi emberkapcsolatokban. Ott csillagászati tápcsövet használunk. Olyan messze van egy itt. Úristen, hány fényévre van az a lélek? Itt a bátorság és a szembenézés az a legfontosabb kritérium, mert ettől lesz szilárd a tükör. mekkora konfliktust érzek a másikkal, merek szembeülni vele. És azt mondja, eddig szerettelek, de most már nem biztos. És szeretnélek ismét szeretni, de tegyük ezt lehetővé. Mert most ekkora nagy üveghegynyi akadály van. Ez a szembeülés a szeretet. Vállalni a másikkal a konfliktust, ez az élet. És az, hogy szilárdan, bátran látom azt, hogy bennem mi van, és a másikban mi van, és tudom, hogy az én látásom más lehet, mint az övé. Részleges, és nem tökéletes, de akkor is közlöm vele, és várom, hogy ő is megtegye ezt velem. És ez nem egy adok-kapok. Ez sokkal inkább a szívek egymásra utaltsága, mert kiderül, hogy egymással azért mégis jobb, mint egymás nélkül, akkor meg tegyünk erőfeszítést ahhoz, hogy ezt kipucoljuk. És ehhez kell az a bátorság és az a szilárdság, hogy nem vágom a másikra az ajtót, az, hogy időt adok neki, olyan van. De ez nem az, hogy egy kis időre van még szükségem, és eltelik két év. Tehát ez más. Merek szembeülni vele, és merem letisztázni, és merem tükrözni, és merem elviselni, hogy ő ugyanezt teszi. És ne teljesen elviselhetetlen módon. Mert nincs igaza. Mert rosszul látja. Mert én látom jól. Mert nekem van igazam. Na, innen, innen, indul a szenvedés, kérem szépen. Nagyon komoly. Szókratész, nagyszerű, szerintem a Mahajánában itt titkon jártas görög filozófus, folyamatosan azon dolgozott, hogy ő helyesen érti-e azt, amit a másik mond. És ezáltal az őrületbe tudta kergetni a beszélgető partnereit, mert kiderült, hogy folyamatosan nem érti azt, amit a másik mond, de ekközben valami elképesztő tisztulás megy végbe a nézőpontban. Képzeld el azt, hogy mondjuk szembeülsz a szeretteddel, eszméletlen dolgot vág a fejedhez, és te azt hiszed, hogy azt érted. Nem érted. Már olyan szűrőrendszer van, az intim kapcsolatokban egy ösvele önvédelem van kódolva, hogy az valami hihetetlen. És onnantól kezdve meg kellene kérdezni, hogy szívem, te most ezt és ezt és ezt és ezt mondtad nekem. Szerintem az én szívemben ez ezt és ezt és ezt jelenti. Jól értem? Kiderül, hogy nem. És le kell lassítani. Nyugi, ígyunk valami üdítőt. Beszélgessünk itt a konyhaasztal mellett, késeket félretesszük, és akkor megbeszéljük. Nem kapcsoljuk be a tévéadást. Nem fogunk elmenni egymás mellett, nem fogunk egy közös olyan kikapcsolódást találni, ahol mi tudatosan nem beszélünk a problémáról. Ez utána van, miután már tükröztük, és akkor megértettük. Ha megértettük, nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, de legalább megértettük, és akkor megnyugszunk. Egy ma estére ennyi elég volt, holnap megoldjuk. Ez azért fontos, mert ez a szilárd szembenézés az, amin egy normális kapcsolat van. Egyébként ez nem csak családban van így, ez csoportban és közösségben is így van. Nem létezik olyan közösség, ahol ne lennének nagyon szívhez szóló, komoly és néha kemény beszélgetések. Itt tudjuk a csomókat elkeverni a palacsintatésztában. Nagyon tetszett a, az a kezdeményezés, amit egy-két nappal ezelőtt láttam, hogy megosztottatok, hogy a zen és a népmesék kapcsolata is, hogy, hogy valami ilyesmi indul. Igen. Erről is érdekelne egy picit több uh, információ, hogyha, hogyha van benned ezzel kapcsolatosan. Hát azt kell mondanom, hogy az egyik kedvenc népmesém az az okos leány. Akkor a paradox van benne, hogy kilóg a naplóból, de több is. És mint tudod, az, aki nem tud elég racionálisan gondolkodni, az előbb-utóbb a paradoxonokba fog investálni, mert hogyha nem tudok egy új komputerprogramot megírni, akkor legalább az ellentmondásokat lássam, hogy miért nem. A paradox az valami elképesztően érdekes, mert ki tudja lőni az embert megfelelő irányba, ezeket hívom kreatív paradoxonoknak, hogy valami új realitás lesz belőle, valami új tudatállapot lesz belőle. A negatív paradoxon az, amikor megpróbálja az ember az ellentéteket úgy elsimítani, mintha azok úgy nem lennének. Nem is harmonizálja, nem is használja föl, hanem egy nettó energia elnyelő folyamatot gyárt le, és a paradoxonokból egy ilyen depresszív semmi lesz. És a paradoxont, amikor kifuttatod magasra, akkor új, gyönyörűséges távlatok nyílnak meg, a matematikától kezdve a népmeséig. És az okos leány népmese Tessék rákeresni, ez egy fantasztikus történet. A király éppen utazott a kíséretével, találkozott akár a szálláskeresése közben, akár az úton egy leányjal, beszédbe legyettek, és azt mondta neki a királyfi, hogy jöjjön fel a palotába úgy, hogy az úton is jöjjön, és ne is, viseljen ruhát, és ne is, és hozzon ajándékot, és ne is. Ez kérem szépen egy teljesen egzakt zenkoan, úgy, ahogy van népmesében létezve. Nem mondom el a megoldást, tessék rákeresni, és ott van, és gyönyörű a megoldás, a meséi kereteken belül százszázalékos. És én azt gondolom, hogy ha ilyen kincsünk van, mint a magyar népmesék, ha ilyen gondolkodóink vannak, mint Hanvas Béla, ha ilyen költőink vannak, mint Vörös Sándor, József Attila és a többiek, nyugat 1, 2, 3, 4, mindenkinek maxi respect, akkor használjuk már fel ezt a kultúrát ahhoz, hogy egy megfelelő transzcendens úton járhassunk. Itt az import termék is el kell, nagyon szépen tud fúzionálni a meglévő kultúrával úgy, hogy az identitását mind a kettő megtartja, és kezet fognak így a szenteremben. A paradox jellegű meséket kértem a szangától, ha találnak, akkor küldjék el. 24 órán belül kaptunk kb. 10 ami nagyon jó arány. Tehát még nagyon rá keresni, és van a 10-12 között egy olyan két-három teli találat. Végetlen a térmely munkára hív, és innentől kezdve, akinek tényleg nem az, hogy ömlesztesz kettő-hármat, hanem hogy átolvasod és azt mondod, hogy ez az, ez tényleg ilyen kóan ízű, küld el. Ehhez kiválasztjuk a korábban megjelent, de három-négy éve kifogyott Hamut a című könyvünk körülbelül felét. Ezek olyan történetek, ahol Sungszan zenmester nyíltan, beszéd közben küzdelmet tanított. Ezek felbecsülhetetlen értékűek, mert a kóreai zenben, és tudomásom szerint a kínai és a japánban is egyaránt más zenmester ezt nem csinálta. Tehát kinyitotta a tant úgy, hogy magas szinten tanította mindenkinek, akinek volt füle ennek a hallására. Ezek olyan minták, amiket megjelentetett, tehát tudjuk, hogy ezek közölhető anyagok. Ezzel azt szeretném elérni, hogy a tanítványokban a buddhizmus és a zen között ne legyen a szakadék. Tehát a próza, akármilyen interaktív, ez próza, és ami az interjú szobában történik, na az a dráma. Az egy nagyon nagy dráma. Tanuld meg először azokat az alapokat, amelyekkel ugye, felvértezve helyes darmaküzdelmet tudsz folytatni mert ez a paradoxonoknak a teljes transzcendens kifuttatása, az ellentétek legmagasabb szintű megélése. Tehát ez azzal kezdődik, hogy a bot és a harang azonos vagy különböző. És hogyha ragaszkodsz a kategóriáidhoz, akkor megőrülsz attól, hogy azt mondom, hogy sem azonos, sem különböző, 60 ütés. Azonos és különböző 60 ütés. azonos 30. Különböző 30. Megszól, az hiba. Gyakorlatilag körbe vagy zárva. Tehát csak fölfelé tudsz menni. Gondolkodó irányba sehova. És ez még egy alapszintű második interjús dolog, amikor majd azt hallod Mágyó Zemmestertől, aki éppen beteg volt, és házfőnök oda azt mondta, hogy mester, mester, hogy szolgál a kedves egészsége mostanában? Mágyó azt mondta, naparcú budha, holdarcú budha. Felteszi a kérdést Szungszán Zemmester a kóan végén, hogy Naparcú butha, holdarcú butha. Azonos vagy különböző? Na erre tessék akkor valami szépet. És akkor rájössz, hogy ja, hát a bot és a harang, hát az könnyű volt. <gül> <gül> Igen, Tehát szokjunk hozzá az ellentétekhez úgy, hogy látjuk a teremtett mi voltukat, a harmonizálható mi voltukat, az, az általunk menedzselt mi voltukat. Ezek az ellentétek önmagukban nem léteznek, ahogy az éned sem létezik önmagában, de fölépítetted magadat ilyenre, ahogy most kinézel a szemedből. Az ellentéteket is mi menedzseljük. Miért? Mert ez a világ, ahogy mi ezt megéljük, enélkül nincs. Nincs. Se információ, se energia viszonylatában nincs. Ha az ellentéteket az ember ki akarja írtani, akkor önmagát írtja ki. Ha nem zabolázza meg az ellentéteket, akkor is önmagát írtja ki. Mi a helyes? Tér vissza az ellentétek elé halad meg az ellentéteket, és helyes ellentéteket teremts. Helyesen dolgoz polaritásokkal. És ekkor a karmád atomerőműként tud működni, ahelyett, hogy atombomba lenne. Hogyan lehet kilábalni abból a helyzetből, amikor meditációban vagy az életben is az ember igen bele a karma látásába, vagy akár a darmateoritikus részébe is a, az érdekel, hogy ezt a zen szemléletet hogy lehet belevinni, hogy megkerüljük, át át tudjunk lépni a karma, illetve a darma nagyon teoretikus. Két létén. úton lehet ezt tenni. Elkezdünk botiszatva úton járva segíteni másoknak, és ez kirobbant abból a terméketlen állapotból, hogy a darma és a karma közti ellentétet nem tudjuk meghaladni, hogy soha nem vagyunk olyanok, mint szeretnénk lenni, vagy a világ nem olyan, mint mi szeretnénk, és a másik ember vagy embercsoport sem olyan, mint amilyennek mi szeretnénk. És akkor a kérdés megváltoztatása, hogy mi az ideális helyett, hogy hogyan segíthetek. És ez a könnyebbik út. A nehezebbik út az az, hogy előbb-utóbb ilyenkor hibát fogunk elkövetni, mert a szakadék két szélek között vagyunk. A valóságos és az ideális között, a karma és a darma között eredetileg nincs karma, de eredetileg darma sincs. Ne ragaszkodjunk egyikhez sem, mert az egyik megöli a másikat. Ha látod azt a pontot, ahonnan keletkezik a karma is és a darma is, akkor az azt jelenti, hogy voltál cirkuszban. Egyik kedvenc ilyen kora tínédzserkori iskola látogatásos cirkusz élményem, semmi más nem maradt, meg csak a fehér lovak, meg ez. Egyszer csak egy ilyen művészbejárón két törpe így berongyol a porondra. Egy piros ruhás törpe, meg egy kék ruhás törpe, és birkóznak. Birkóznak, és amikor az egyik jobbra, akkor a másik balra, és így össze vannak teljesen csimpaszkodva, egyik se tudja elengedni a másikat, és tolja, és húzza, és taszigálja, és csavarja, és egyik sem tud győzni és már majdnem len van a Föld, és a másik visszahúzza, vagy valahogy visszajön, és nincs vége a harcnak. Egyszer csak ez a két törpe odaáll a poront közepére, a zenében ott van a tus, és akkor az artista föláll. Deréktől fölfelé ő volt a piros, deréktől lefelé ő volt a kék, és végig ott mászkált hídban. Ennyit a darmáról és a karmáról. Köszönöm szépen. Szívesen. Korábban a Helyes ellentétekről kezdtél volna, vagy fejezted be az előző, amit mondtál, hogy a helyes paradoxonok, vagy helyes ellentétekről tudnál-e mondani, mert most nekem jut Azok a helyes ellentétek, amelyeket helyesen látunk, azok a polaritások, amelyeket fölismerünk, ami vagy, és aki akarsz lenni, az nem ugyanaz. Ez egy helyes felismerés. És akkor rögtön megjelenik az akaratvektor a kettő közt hogy változtatom magam, a világom, az életem, ami szeretném. És ez nem önös nézőpont, hiszen nem csak a saját szempontjaidat veszed figyelembe. Tehát a helyes ellentétek úgy működnek tényleg, mint az elektromotor, a pozitívat és a negatívat ilyen megfelelő tekercselés útján egy házba egy összerakod, álló rész, forgó rész, csik, és akkor elindul. És gyönyörűen termel helyzeti vagy skaláris elektromos energiából, dinamikus mozgási energiát termel. Onnan tudod, hogy az ellentétek helyesen vannak összedolgozva. Az emberi kapcsolatok is, mondjuk, egy párkapcsolat is lehet ilyen. Van egy álló rész, és van egy forgó rész. Van egy pozitív és egy negatív pólus. És hogyha ez helyesen működik, akkor ez a kapcsolat energiát termel, ezt úgy hívják, hogy szeretet. Hogyha egy kapcsolat nem tud szeretetet termelni, akkor valami nagyon nagy baj van. Nem tudtuk a kémiát beállítani. A polaritások nem helyesen viszonyulnak egymáshoz. Ilyen kis énség, salétronfoltok borítják a tekercseket, és nincs elég kisülés. Ugye erről van szó, és a helyes ellentéteket, ugye helyesen megválasztott, felépített ellentéteket ebből ismeretve, hogy megfelelő energiát termelnek, megfelelő produktum van. És a másik oldal ugyanúgy igaz hogy teljesen statikusan, mozdulatlanul is tudnak maradni. Akkor helyes például egy kapcsolat, amikor hallgatva is és beszélve is ugyanaz a jelenlét. Erre az elvonulásaink nagyon jók. Ugyanis itt egy ilyen szabályszerű elvonuláson nagy részt csend van. Azért vagyok óvatos, mert ez a nagy részt, ez néha a kis részt. De ha tényleg csend van, akkor a másikat csak azon keresztül tapasztalod, hogy együtt dolgoztok, együtt ültök, együtt énekeltek, együtt estek, Így van egy jelenlét tapasztalatod, mert elvileg nincsen beszéd. Véget ér a visszavonulás, körbeszélgetés, mindenki megköszöni, mosolyog, kiléptek oda az udvarra, és akivel addig annyira, de annyira szerettél volna beszélni, de eddig nem tehetted, és nem is tetted, mert te kitartó voltál és szabálykövető, az megszólal. És bár ne szólalt volna meg. Tehát addig volt jó te, addig olyan ideák voltak, addig olyannak láttad, és most megszólalt, és vége mindennek. Annyi. Tehát, hogyha beszédben és csendben ugyanaz a jelenlét van, ha cselekedve és nem cselekedve ugyanaz a kémia, Hogyha otthonon és az úton, tehát az otthonon kívül ugyanolyan az együttműködés, akkor az egy stabil valami, és az ellentétek akkor jól viszonyulnak egymáshoz. És végső soron, hogyha nem magukért léteznek pusztán, akkor tényleg nagyot dobtak ezen az életen. Az előzőről az jutott eszembe, hogy most egy ilyen csodálatos időszakon vagyunk túl, hogy ilyen maszkos emberekkel találkoztunk az utcán, meg én is mondjuk az én kis munkahelyemen, hogy így Jöttek, és maszk volt rajtuk, és az ember azt szokta meg, hogy kommunikálnak a szemek, a, a, a mimika, meg ilyesmi, és most így fölvették a maszkot, és úgy félreálltak. És elkezdtem figyelni magam, hogy ez engem hogy érint. És jól. Tehát nagyon jól érintett az, hogy úgy magamban maradtam a kis dolgaimmal, úgy, hogy közben tudtam, hogy kiállott maszkban, kicsit úgy lemaszkírozva, és félreállt. Olyan, mintha mint hogyha a rendező rakott volna egy-egy szerep személyiséget valahova sarokba, hogy ő most csak úgy ott van. És valahogy ez engem jól érintett. Ez jó vagy rossz? Én javaslom, hogy utazzál török, katari vagy arab emirátus beli légitársasággal, és tapasztald meg ezt úgy, hogy ott évszázadok óta ezt csinálják mikor úgy beöltöztünk maszkokba, akkor az embereknek a kommunikációs készsége valami elképesztően megváltozott. Tehát volt, aki a szemével kezdett el beszélni, ez az intelligensebb változat, és mivel az arcoddal nem tudtál mimikát kifejezni, mert ott volt az egészségügy, ugye, fűre akasztva, ezért néha meg se tudott rendesen szólalni, mert ilyen hang jött rajta, és elképesztően otromba és sutta és egyéb dolgok jöttek ki az emberekből, azért, mert nagyon mélyen zavarta őket, hogy el van takarva ez az ormányzat itt. És amikor levették a maszkot, nem lett jobb. <laughs> <laughs> Úgyhogy azért érdekes ez, mert általában a maszk az úgy átereszti a levegőt, de a csepecskéket nem, de a beszéd az keresztül jött rajta. Te ezt valamit rosszul terveztek meg. A lényeg az, hogy a maszk az nem takar el és néha sokkal jobb, hogy az arc kifejezés nem párosul a beszédhez, mert az arc, a kép és a beszéd, ugye, az együtt óriási. Az arcban annyi van, hogy beszéd nélkül is meg tud élni, ez a, ez a pantomim. Tehát amikor az arc és a test annyira kifejező, hogy ha megszólal, az csak, az csak ront rajta, meg ne szólaljon a pantomim művész. Tehát takard el az arcot, és aki nem érzi a kommunikációt rendesen, az a beszédében is akadályozva lesz. Tehát láthatóan kevesebbet beszélgettek az emberek, mert el volt takarva az arcuk. Volt te is gondolom vásárolni, az olyan muris, nem, nem, volt vásárolni egyszer se? Figyelj, a második hullám esetében lesz, ne aggódj, amikor jön a második hullám, gyere el a Lidlibe. És, és csináljunk egy olyat, hogy felveszünk maszkot, és a szemünkkel fogunk mosolyogni. Mert ezt nagyon tudják. Tehát Katarban is, az Emirátusokban is, és Törökországban is, ahol ilyen eltakart kultúra van, ott a nők vannak inkább így eltakarva, tehát a szemükkel mindent elmondanak. Tehát azt hitték, hogy letakarnak bármit is, mert innentől így nem látszik. Nem, itt elmondott mindent. Mindent. A kedvencem az, amikor. Melegítő felsős apuka a Skodában maszkban lehúzott ablakkal százzal a lakott területen, mert rohan a vírus elől. Tehát ez felejthetetlen. Hát ez kész. És, és láthatóan dühösen parkolnak le a tesco mert már akkor maszkot kell viselni, amikor leparkol. Gondolta ő. Az a fontos, hogy a lélek ne viseljen maszkot. Tehát szerepet azt játszunk, de nem maszkoljuk le. Inkább változzunk át. Változzunk át, merjünk megváltozni, és ne azt az avatárt maszkoljuk le, amelyet épp akkor nem szeretünk. Én most kaptam egy ilyen minidózist ebből az elvonulásból. Kevesebbet beszéltem, mint általában, és igazából arra jöttem rá, hogy nagyon sokszor úgy beszélünk, hogy feleslegesen beszélgetünk, tehát felesleges mondatokat mondunk. És igazából az ön a kérdésem, hogyha beszélgetek valakivel, vagy egy társaságban vagyok, hogyan tudom azt, Szabályozni, hogy mit mondok, vagy. Így. Honnan jött a beszéded? Honnan jött a kérdés? Belülről. Belülről honnan? Mi az, ami kimondatta veled? A gondolataim. A bizonytalanság például. Vagy egy olyan megfelelési vágy, aminek úgy a másik vége még nem tisztázott, hogy kinek és hogyan fogod ezt a kommunikációs stratégiát eljátszani. Hát honnan jön a beszéd? Pszichológusok szépen kimutatták, hogy az emberi beszéd 90% az önigazolás. A 10% az információcsere, a 90%-a arról szól, hogy te engem meghallottál, elfogadtál, tudomásul vettél, és ha nem mondtál nekem ellent, akkor jók vagyunk. És ezért szoktunk ilyen terabájtnyi adatokat egymáshoz vágni, teljesen feleslegesen, mert nem fontos a másiknak. Nekem fontos, hogy a másik meghallja. Ez az, amit szépen fölül lehet írni. Az igazi intimitás az, amikor csendben is tökéletes információt csere zajlik. Ez a szavak nélkül is megértjük egymást kezdetű jelenet. Amikor valaki sületlenségeket és felesleges mondatokat vág feléd, a lehető legjobb szándékkal, elképesztő önigazoló lelkesedéssel. Ez az ugye barátok vagyunk kezdetű felesleges jelenet. Akkor meg lehet ezt az egészet úgy állítani, hogy hirtelen lelépteted őt a saját színpadáról ezzel a kérdéssel, hogy te hallod, amit mondasz? És akkor így beáll a csend, és beáll a döbbenet, mert ezt nem várta. A másik, amikor ezt nem lehet, mert olyan vastag a kérek, hogy vagy nem menne át, vagy nagyon sérülne, akkor a következő, ez a háromszögellés. A háromszögellésben van egy ilyen, hogy hallod a madarak csicsergését? És akkor kizökken legalább a narratívájából. Az van olyan jó háromszögellés, mint a zembot ütése. Legalább az a narratíva megszakad egy picit, és van egy esély, hogy rálát arra, amit éppen mond. És a harmadik, ami mindent visz, az, hogy te elhallgatsz. Elhallgatsz, és csendben, jelenlétben, utána a bólogatás is abba marad, egy ideig. És utána már az sincs, és egyre keményebb tud az az lenni, ez a ne hülyíts kezdetű kifejezés, és akkor előbb-utóbb észreveszi magát. De a hallgatás ez egy elképesztő nagy fegyver. Igazából én azt szeretném volna kérdezni, hogy magamra, hogy, tehát hogy hogy jövök rá saját magam által, hogy én beszélek mondjuk feleslegesen, hogy hallgassak el, vagy egyszer csak rájövök például, hogy túl sokat beszéltem, vagy... Ugyanez csak fordított sorrendben. Először elhallgatsz, tényleg, és látod azt, hogy mit készülsz kimondani. A második az, hogy tényleg, ha kimondod, akkor milyen hatással van a környezetére az ember. A harmadik az, hogy hallom-e, amit mondok. Ne aggódj azért, hogy az emberek elfogadnak-e csak a beszéded alapján. Nem az alapján kell az elfogadást elérni, hanem azt, hogy kibírjuk egymás jelenlétét ebből következik az, hogy a beszédét is meghalljuk a másiknak. Ez a jéghegy csúcsa. Amikor gyakorlunk, akkor a, az éberség úgy működik, mint az a tengeráram, ami a felszín alatti jéghegyet szépen elkezdi vékonyítani. És a jéghegy 85-90 a tenger felszín alatt van. Amikor a karmád a tudat alatti karmád eléggé, azt mondom, elvékonyodott, elfogyott, akkor fordul. Addig nem. Addig a téves nézetek, a fixa ideák, az abszolút önkép, az ott van, mint a tenger felett, az az elképesztően súlyos jéghegy, amiben a hajók beletörnek. A zen nem programozza újra a személyiséget nem mondja azt, hogy te legyél ilyen, és akkor itt van a kód, tessék, elsajátítani, enter, és egy új identitást kapsz. Ez nem lenne sem méltó, sem hatékony, sem megengedhető. Sokkal inkább a gyakorlatnak az ereje, az ébersége, a tisztasága egyenes lemegy a tudattalamba. A meditációban följöhetnek tudattalan tartalmak és amikor egy komoly belső paradigmaváltás van, akkor a meditációs élmény is megváltozik, és a kapcsolataid minősége is megváltozik. A kérdésedre a megoldás, ez nem pusztán ez a háromlépéses kommunikációs technika, hanem az a belső mély átalakulás, amely például egy helyes mantra praxisnak az eredménye. Egy helyes meditációs praxisnak az eredménye. És akkor elmúlik az a fajta gyötrő bizonytalanság, hogy Úristen, mit mondok, azt a másik, hogy érti, szüksége van -e rá, vagy sem. Tehát az alapokig le kell menni, amellett, hogy a felszint is meg kell oldani. Ne egy meg attól, amikor átbillen a jéghegy. Valahol az is te vagy, csak eddig nem láttad. Nagyon hasonló helyzet. Az illető mindig kérdez pont azért, hogy a, a figyelmemet ő rá irányítsa. Eleinte mindig természetesen válaszoltam, utána elkezdtem nem válaszolni, viszont még voltak nonverbális kommunikációs jeleim. Ütés volt, vagy nem? Nem, nem, nem. nem, nem. Lehet szavak nélkül, akkor átütni te, hogy. ilyesmi, azt is megszüntettem, lényegében semmi reakciót nem. nem történik részemről, és nem változik a helyzet. De most ez az illető nincs jelen, ugye? Most nincs. Akkor változott. Magyarul szépen kimész a szobából. Aha. Nem kell vele szembeülnöd, hogyha nem akarsz. Tehát amikor én itt a szentséges tükrözésről és a kapcsolatról, meg a konfliktusok felvállalásról szóltam, az mind-mind egyéni döntés alapú. Ha te úgy érzed, hogy ott neked nincs helyet, ezt nem akarod művelni, ezt a kapcsolatot elengeded, úgy, ahogy van, kimész onnan, és nem kell másoknak a sületlenségeit hallgatni. De akkor tudod, hogy ez belemegy a szemétkosárba. Az annyi. Egy idő után már nem téged fog kérdezni, hanem a kis radarkáját talál valaki mást, és mást fog kérdezni. Ha ezt fel tudod vállalni, láthatóan nem nehéz, akkor tedd ezt. A jelen nem lét is óriási orvosság. Tudatosan nem vagyok jelen valakinek az életében, másokkal fog poláris kapcsolatot létesíteni. Sunkszenzenz Mester az emberi kapcsolatokról így rendszer nagyon keveset beszélt, szerintem szándékosan. De négy dolgot azt mondott. Az első. A kapcsolat olyan, hogy nyitott és érdeklőd a darmára, tanítsd a darmát. Ha nem, akkor szólj hozzá helyesen. Adj neki jó mondatokat. Ha ez sem megy, akkor csak add meg nekik, amire szükségük van. És a negyedik, ha ez a felső három nem megy, akkor cselekedj velük. Ez azért kell, mert vannak olyan helyzetek, amikor kényszerűen össze vagyunk zárva, ismerős, és ha ezt a négyet nem tartjuk be, akkor ott nagyon komoly ütésváltás lehet. Teljesen feleslegesen. Beszélj magasrendű dolgokról a másikkal, ha ezt megteheted. Ha nem, akkor csak normálisan, helyesen. Ha ez a kettő kizáródott, akkor add meg nekik azt, amire szükségük van magyarul, materiálisan egyéb módon kiszolgáljuk egymást, és amikor ez sem megy, akkor valamit közösen kell tenni. ez sem mindegy, hogy mit, de akkor az a fajta alapvető egymásra utaltság az tud működni. Nézd meg, hogy ebből a négyből tudsz -e használni valamit, és ha nem, akkor viszont jelenlét sincs, akkor te abból a kapcsolatból kimentél. Én az akaratról kérdeznélek, vagy hát a törekvésről, hogy mikor ismersz rá arra, hogy ez túlzásba viszed. Tehát, hogy van egy jó szándékú törekvésed, és az egyszer csak egy ilyen görcsös akarásá válik, hogy ezt hogy tudod megelőzni? Mire törekszel? Próbál az ember jóra törekedni. Mi a jó? Mm, relatív, igen. Bármi. Ezt hívjuk az akaratvektor felaprózódásának. Uh -huh. Feltettem két további kérdést, és eltűnt a kérdésed tartalma. Figyelted? Igen, igen. Na így nem tudjuk az akaratot helyes irányban tartani. Uh -huh. Itt ez az ellentetje a görcsösnek, hiszen elengedted. Tehát hogyha akarsz járni egy úton, annak van két széle. Az egyik a túl laza, és akkor letérsz az útra, a másik a túl szoros, akkor is letérsz az útról. Ezt a butha egy olyan hasonlattal nyilvánította ki, amikor ugye látta, hogy a hajóban, vagy egy csónakban, ott a folyón, egy zenész és a tanítványa egy hangszert hangolnak. És így, ha túl szoros a húr, akkor elpattan, ha túl laza, akkor pedig nem játszik. A görcsösségben mindig valamilyen önösség van akár úgy, hogy magamat akarom görcsösen megszüntetni és kivonni az egyenletből, hogy csak a másik létezzen, vagy ami sokkal gyakoribb, hogy csak én létezem, és görcsösen a saját maga megújítását állítom középpontba, mert semmi más nem tudok, nem tudok jobbat. Ez a kétféle görcs van. A lazulás ugyanez, kiengedem a kezemből, holott még az én felelősségem, még nekem kell csinálni, én vállaltam. Tehát az elengedés hamis, mert valójában nem adom át, csak föladom. A másik, amikor már elengedhetném, már ott van a következő, aki megfogná a stafétabotot, és rohanná ugyanazt a 400 métert, amit én éppen már befejeztem, de nem merem átadni, mert isten mi lesz velem, hogyha nem engedem el? Mi lesz velem? Fontos leszek-e még a stafétabot nélkül? Ez a másik szélsőség. Mit akarsz elérni? Kinek akarsz ezzel segíteni? Eközben kivé válsz milyen emberré leszel. Ez azért fontos, mert ez a milyen emberré váltam, ez megy tovább. Ez lesz a következő inkarnáció nyersanyaga. Amit az izsákba beleteszel, az a következő túrán ott lesz veled. A Buddha négy nagy és négy kicsi szenvedésről beszélt. A négy nagy az a születés, öregség, betegség, halál. A négy kicsi, az az, ami most számukra fontos, olyan emberek kell lenni, akiket nem szeretünk, olyan embereket nélkülözni, akiket szeretünk, olyat kapni, amit nem szeretnénk, és elveszteni olyat, amit meg szeretnénk tartani. Az akarat nagyon másképp működik a négy nagy és a négy kicsi esetében. A személy viszonylag jól tudja kezelni a négy kicsit. Előbb-utóbb megtanulja, hogyan ne veszítsek el számomra kedves embereket, hogyan szabaduljak meg azoktól, akiknek nem szeretném a társaságát, hogyan ne kapjak olyan fejléces leveleket, hogy remegőkézzel bontom ki, és hogyan ne veszítsem el azokat a dolgokat, amelyek számomra és másoknak egyaránt fontosak. De a négy nagynál teljesen másképp működik az akarat. Mert azzal, hogy megszülettünk, azzal jegyet váltottunk a révre is. Ha nincs elég pénz a viteldíra, oda teszik az érmét a nyelv alá. Arra a révre mindenki felszáll. Mindenki és az, hogy közben a betegséget és az öregséget hogy éli meg, az már egyéni karma kérdése. De a négy nagy esetében az egyéni akaratod teljesen másképp működik, és ezt kell nézni, hogy valójában mit tudsz úgy akarni, hogy el is érd. Nem azért kell elérni az akarat tárgyát, hogy te felmutathass valamit, hanem azért, hogy erős legyél belül. Ezért van szükség a következetes, világos helyes stratégiára és a megfelelő módon taktikusan végrehajtott műveletre, hogy elérd azt, amit akarsz. A következő lépés az, hogy ezt nem magadért tetted, másokért is elérted. De ha közben az akaratod meggyengül, akkor nem tudod elérni az akarattárgyát. Ha négy nagyra gondolsz, nem tudod azt akarni, hogy ne legyél soha beteg, ne legyél soha öreg, és lehetőleg örökké élj, és ne haj meg. Mert a születéssel a másik három is bekövetkezett. Tehát, ha azt akarod, amit nem lehet, az akarat meggyengül. Állandóan veri az asztalt, és nem teríti meg az asztalt. A négy kicsi esetében már egészen más a helyzet. Hogyha az akarat az megfelelően fordul körbe, akkor megerősíti önmagát úgy, hogy nem lesz önző tőle. Nem fogja kiemelni magát attól, hogy erősebb lett. És az akarat nélkül nincs semmi. Az európai filozófiában emberek tucatjai hatalmas köteteket szenteltek az akaratnak, miközben a cselekvésük az így ment le. Tehát itt volt az egész. Keleten nagyon sok olyan szerzetest, gyakorlót, remetét látsz, hogy vas akaratuk volt, de nem kommunikáltak belőle semmit. Semmit fön voltak a hegyen, átadták egy-két embernek, aki éppen följött oda, azok ugyanilyen vas akarattal csinálták tovább, és szerbusz. A 20. század változtatta ezt meg, mert eltörölte az ideológiák bármiféle hitelességét. A 20. század mindent nullára írt itt nyugaton. Nem maradt hiteles, abszolút értékű vallás, filozófia, még tudomány sem, mert a tudomány is olyan lépteket tett, hogy a saját relativitásától nem tudott elmenekülni. Keletet pedig fölborította az a cunami, ami a 20. században minden hegyet megtámadott, és nincs olyan, hogy ne hallanál valamilyen civilizációs zajt, vagy a Himalájában ne lenne por. Beszédre kényszerítette a remetéket a 20. század, és a beszéd föladására itt nyugaton az ideológiákat és vallásokat meggyengítő és néha elsöprő karmikus áradat. Ekközben nagyon sok ember akarata megtört. Azért, mert nem voltak tisztában önmagukkal, és nem tudták, hogy ez az akaratvektor honnan jön és hová megy. Mert nem tudjuk azt, hogy mi honnan jövünk és hová megyünk. Ahhoz, hogy tényleg helyesen akarjunk, magunkkal és a világgal egyaránt tisztában kell lenni, azzal a darmával, a törvényel tisztában kell lenni, amely a karmát vezérli. És hogyha ez az alapvető tisztában létel, éberség nincs jelen, akkor akarni sem tudunk rendesen. Tarabokra törjük, eltorzítjuk, szétoztjuk, mikor egybe kéne maradnia, és egységesítjük feleslegesen, amikor sokrétűen kéne működnie. Honnan veszed észre? Önsorsrontás, önszabotás, önfelmentés, önimádat. Amikor az akaratvektor teljesen rövid zárlatba megy át, akkor nincs az egyén és a világ között valamilyen közeg, ahol ez valamit meghajt, valamit elvégez, valamit elér, hanem közvetlenül visszatér önmagába, és egy önképet gyárt le, vagy a környezetét rombolja, vagy a kapcsolatait rombolja. És tudod akkor, hogy az akarat helytelenül működik, mert nem tudja, hogy honnan jön, és nem tudja, hogy hová megy, csak a szokásait élik ki. Az addigi rutinjait ismétli. És ezért a gyakorlat esetén a nulla pont, az, amikor nincs kifejezett akarat, a teljes mozdulatlan tudat, az az alap. Az ebből kiinduló akaratvektort kell egy nanoszekundum alatt észrevenni, hogy milyen irányba megy, és milyen célral, és milyen erővel. A modern orvostudományban van egy olyan fogalom, hogy hődiagnosztika. Egy nagyon hideg szobában, mindenféle rétegzettség nélkül, ott van a paciens, és egy olyan hőfénykép készül róla, amely tized fokra pontosan megmutatja, hogy a bőr, a belső szervek, a csontok, és hogy milyen hőmérsékletben vannak. Ehhez ennek a szobának hidegnek kell lennie. Ahhoz, hogy te a saját akaratodat észrevedd, ahhoz a tudatnak mozdulatlannak kell lennie. Teljesen polaritás, mentesen, mint a tükör. És az abból fellépő első impulzus az az akarat. Ha azt jól látod, akkor az utadat is jól látod. Mert az akaratlagosan vagy kényszeresen tett lépések folyamata az az út. És ezért Sun mester mindig azt mondta, hogy irányvétel, irányvétel, irányvétel. Hogy gyorsan vagy lassan, mindegy. Hogy erősen vagy gyengén, mindegy. De ha az irányvétel nem tiszta, akkor az akaratvektor sem tiszta, és az ember a szakadékba zuhan, holott azt hisz, hogy épp a mennybe emelkedik. A különbség egy 180 fokos vektor. Ezért kell az irányvételt nagyon jól letisztázni, amely a mi esetünkben nagyon világos, érdel a felébredést, és szabadíts meg minden lényt a A Nagyon köszönöm, hogy ma megtiszteltetek jelenlétetekkel, hogy ezt az első élő darma beszédet a járvány után közösen itt végigéltük, és kívánom azt, hogy dolgozzunk együtt azon, hogy tisztább tudattal, egészségesebb lélekkel és testtel ezt a világot jobbá tegyük. Köszönöm a figyelmet.